lesz-e, hogy ezt a nemzeti himnusz alatt is nyitott szemmel, mosolyogva, ülve maradjon az ember? Ez Schmidt kancellárra fordult elő? Én úgy tudom, hogy vele fordult elő egész konkrétan, igen, a szituáció. Hasonló helyzetbe kerültem, hát nem a nemzeti himnuszra és az alva vagy ülve maradásra gondolok, hanem arra, hogy elkalandoztak a gondolatai, vagy hogy tulajdonképpen a lényeget illetően mégis egy nyitott szemmel aludt. Többször is előfordult természetesen. Volt, amikor az ember hételen megrázkodott, nem is tudtam, hogy hol vagyok. Ilyenkor aztán? Hát gyorsan vissza kell zökkenni, és kapcsolni kell, főleg, hogyha az embert bevonják mondjuk egy vitába. De hát a parlamenti ülőszakokon is én azt hiszem, hogy minden képviselővel előfordul az, amikor 5-8-10 órát kell ülni, koncentrálni, hogy kiesnek pillanatok, másodpercek, percek, mert a nihilbe rével az ember tekintete. Van egy állat, a delfin. Állítólag be tudja dugni a fülét a vízben, úgyhogy én is úgy... Pedig keze sincs. Így van. Úgy vagyok vele, hogy amikor valami nem érdekel, akkor okos szemekkel bólogatok, és közben egészen másra gondolok. Megtanultam ide bent a parlament 6 éve alatt beosztani az időmet. Így aztán mondjuk veled együtt jut lehetett angolt tanulni. Itt mindig van hely arra, hogy az ember tanuljon, vagy a napi sajtót jól ki tudja olvasni, vagy esetleg a szép irodalommal foglalkozzon. De ha olyan helyzet van, ami az én szakterületemet érinti, akkor viszont nem érzem a munkának a végét, mert szerencsés ember vagyok. A szakterületem és a hobbim, a mániám az egybeesik. Akárhogyan is nézzük, politikusnak lenni egyfajta szerepvállalást is jelent. A közvélemény el is várja a politikustól, hogy ennek a szerepnek megfelelően öltözködjék, viselkedjék. Vannak aztán politikusok, akiknek ez túlságosan is sikerül. Azt mondják, sokszor egy magas pozícióba kerülve már szinte másképpen kezdenek járni. Ilyesfajta jeleket megfigyelte valaha magán, Fodor Gábor? Persze, hát azért én is, amíg miniszter voltam, azért... Most, ahogy hátra tette a kezét, az már egy ilyen komoly politikushoz illő volt nyilatkozás közben. Nem, ez inkább az elgondolkodásnak a jele volt. A sok esetben ez valóban úgy megy, ez egy olyan szerep, amiben az embernek gyakran arra kell figyelnie, hogy mások számára ő mást jelent, mint amit esetleg a probléma jelent saját számára, tehát illik másokat meghallgatni, még akkor is, hogyha esetleg az embernek nincs véleménye a dologról, mert arra gondol, ilyenkor, hogy egy másik ember számára ez egy nagy alkalom, hogyha egy ismert emberrel találkozik és elmondhatja ezt a dolgot, az emberek nem illik megsérteni azzal, hogy hát őnek én mondjuk épp teszem azt, nincs szakértelme ez a kérdéshez. Szóval valóban vannak olyan kényszerek, amelyek az emberre bizonyos szerepet rákényszerítenek, de hát ezt jó ízléssel, kellő toleranciával szerintem meg lehet találni azt, ami mások számára se bántó, és mégis hiteles, tisztességes magatartás. Ez az ing, ami Fodor Gáboron most van, ez mintha kifejezné mindazt, amit elmondott, hiszen egy kicsit emlékeztet egy farmeringre, de azért mégis elegáns, szóval úgy, mintha egy kompromisszum eredménye lenne. Igen, egy kicsit kifakult is szó se róla. Igen, valóban ez egy ilyen átmenet ebből a szempontból, ez egy nagyon szép és kedvenc ingem volt, de már mondom, hogy teljesen kifakult, hogy már színét nem is látni, azért jóval konszolidáltabb, mint annak idején volt. Sok mindenben az ember azért tudatosan próbál viselkedni, tehát a kézmozdulatait igyekszik a fölöslegeseket lefaragni, tehát ilyen jellegű van. Valóban szerep, de hát minden színésznél van ugye, hogy hozzá való szerep és hozzá nem való szerep, és mindig akkor sikerül jól, hogyha őszintén és belülről, meggyőződésből sikerül tulajdonképpen képviselni azokat az értékeket. Hasonlóképpen van egy parlamenti képviselőnél is, nyilvánvaló a plenáris ülésen vagy a nyilvános üléseken bizonyos meglévő tulajdonságait kell esetleg határozottabban és erőteljesebben mutatni egy képviselőnek. Tehát én úgy gondolom, hogy a színész szakmával ott van a rokonság, hogy tulajdonképpen akkor sikerül igazándiból hitelesen képviselni valamit, hogyha belülről jön. Volt-e önnek valami olyan személyes tulajdonsága, akár a legapróbb dologban, mondjuk a gesztikulációban, vagy abban, hogy hogyan jár, amin úrrá akart lenni azután, miután politikus lett, amit szeretett volna legyűrni önmagában? Hát vannak ilyen apró momentumok, például a szemüvegnek a felnyomása mindig lecsúszik az embernek, és akkor így próbálja nyomogatni, ugye ez nagyon modoros tud lenni. De volt olyan is, amikor ellenhatás volt, tehát teljesen jogosan azt mondták, hogy ugye ne vegyünk fel fehér zoknit, és én addig soha nem vettem fel fehér zoknit, de akkor egy hétig fehér zokniba jártam, mert mondtam, hogy már ennyire nem lehet az embernek a viselkedését, az öltözködését is befolyásolni. Tehát vannak ilyen
ilyen lázadási momentumok, de hát ezek elvesznek, ezek a lázadások, úgyhogy be kell állni a sorba. Igazi farmeres ember vagyok, úgyhogy nagyon nehezemre esik nagyon elegánsan öltözni, de kezdem már talán megszokni, bár ahogy hazamegyek, visszabújok az eredeti uniformisomban. Ha valaki politikus, akkor egy bizonyos mértékig azt hiszem, hogy exhibicionista enélkül nem megy. De természetesen ezt nem kell mindenáron pejoratív értelembe venni, mert hát akkor különben nem lenne közszereplő. Ezt mutatták ma a PH Érték, a Szív TV rendhagyó parlamenti híradójának műszerei. Talán ma is kiderült, hogy a politikusok fején egyáltalán nem nő másképpen a haj, nem tartoznak valamiféle különleges emberfajtához. Érzelmeik, bánataik, gondjaik és gyengeségeik, emberi gyengeségeik vannak. Találkozzunk legközelebb ugyanitt a PH Értékben, a rendhagyó parlamenti híradóban. A Szív TV munkatársai köszönik mai figyelmét, a holnapi viszontlátásra!